Jó napot! A tulajdonosokat hagy mutassam. Mint a királyok, 40-re. A tulajdonos urakat hagy mutassam be. Kurucsai vagyok. Kurucsai lesz. Kurucsai Tamás. A fia. A polgármester. Kurucsai lesz. Mondani. Lajos, én szeretném, hogyha egy pár szóba itt most egy államtitkár úrnak nagyjából azt a 95-től azt a történetet elmesélni. Megvettem itt ezt a 8,5 hektár területet, mert feleségem kisteleki volt, és akkor ő elütette ezt a kisteleket, de azért szerencsémre, mert én ott vesztem volna Kömpöcön, és akkor azt megvettük, és ott onnan szépen ez így fejlődött főfelé. Szerencsém volt azért a támogatásokkal is, mert azt azért figyeltük mindig, és ha valamilyen volt, azt próbáltuk kihasználni, mert az is elterőbbi, ez nem biztos, hogy működött volna így. Hányan foglalkoztak? Hát van, hogy 120-30 ember is dolgozik itt csomagolások, szedések idején. Rengeteg ember kell a különböző áruknak a csomagolásához, és akkor a kereskedelem ahhoz, hogy tudjon működni, azért ott is jelentős mennyiségű ember kell, hogy foglalkoztassunk, természetesen ezek idénymunkások, de a mezőgazdaságban majd 10 hónapon keresztül tudunk dolgozni, a kereskedelemben ott pedig mintegy 6-7 hónapon át tudjuk őket foglalkoztatni. Mik a fő kultúra? Hát mintegy 8 hektárnyi felületünk van, emellett palántanevelők, saját magunknak neveljük a palántákat. Ez egy fő lépés, mert már innentől a növényeket már látjuk, és paprikával, salátával és csemege kukoricával foglalkozunk. Megpróbáljuk ezeket vetésforgóban használni. Ez elkelt 2-3 év, aztán már kicsi volt. És akkor utána építettük azt a hűtőházat. Most ez a hűtőház is, az már 8 kamionos, most ez is kicsi már. És akkor most épül itt a féltető alatt a hűtőház, mert ez úgyis jó tervező, csak akkor egy menetben azért ez nagy falat lett volna. Ez most éppen jelenleg Németországba fog kimenni ez a saláta. És itt is azért próbálunk odafigyelni arra, hogy minél több mindent tudjunk benne gépesíteni. A kisteleki vállalkozók, főleg káposzta termeléssel, termeltetéssel foglalkozik, és ott is nagyon komoly fejlesztéseket volt alkalma megtekinteni. Hát különböző raktárkapacitások, illetve hűtőházi kapacitások épültek ki, és úgy néz ki, hogy nagyon komolyan veszik ezt a tevékenységet, és én nagyon bízom benne, hogy a kormányzat, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium elképzelései találkoznak ennek a térségnek, a termelőinek az elképzeléseivel. Akartunk egy olyan lábat magunknak, ami azért nem hordozza magába a mezőgazdaságnak a bizonytalanságait. És mivel ismerjük az összes piaci szereplőt, csomagoljuk a paprikát például, és ilyen kivis tálkákba rakjuk, és Magyarországon ismerjük az összes piaci szereplőt, akik ugyanezt csinálják, és ez a műanyagipari gép, ez 2 gopos pályázatból hoztuk ezt össze, ezzel műanyagipari termékeket gyártunk, műanyag tálkákat. Ha visszatekintünk egy jó pár évet, akkor azt lehet látni, hogy vannak olyan termelők, akik tönkrementek, és vannak olyan termelők, akik egyébként tudtak fejleszteni, ki tudták használni azokat a pályázati lehetőségeket, ami mentén egyébként új technológiát tudtak behozni, életbe maradtak, mellé rakták azt a földolgozást, és egyébként tudtak abban váltani, hogy hogyan lehet a terméket eladni és eljuttatni a vevőhöz, azok azt gondolom ma is tudnak és tudnak előre haladni. A kormány kiemelten kezeli az agrárágazatot az elkövetkezendő tervezési ciklusban, ami annyit jelent, hogy ebből a gazdaságfejlesztési támogatások döntő súllyal fognak bírni. Ezen belül ugye kialakítottuk azt a stratégiát, amelynek a társadalmi vitája most folyik, és a kerceti stratégia elfogadása után egy új lendületet kaphat az ágazat, de az csak egy lehetőség, amit mi biztosítunk, amit a kormányzat biztosít, ezzel élni kell a kertészeknek, és azoknak a kertészeknek, akik úgy gondolják, hogy ebből biztonságos jövedelmet, biztonságos létfenntartást tudnak biztosítani, azoknak ebbe bele kell vágni,